Ma Magyarországon minden tizedik ember érintett valamilyen vesebetegségben. Évente mintegy 500-600 ezer vesebeteg szorul gondozásra. A sokáig észrevétlenül lappangó, majd hirtelen lecsapó, alattomos betegség azonban odafigyeléssel megelőzhető. Februártól a Makói Kórházban is elindult a nefrológiai szakrendelés, ahol a vesebetegeket kezelik és gondozzák. Gyakorlatilag február 1-én találkozhattam először a betegekkel, már egy sikeres rendelésen vagyunk túl. Kedden délután a szakrendelőben találnak meg. Beutaló köteles, de beutaló nélkül is jöhetnek a betegek, tehát nem szoktunk olyan betegeket elzavarni, akik érdeklődők és olyan problémájuk van, ami erre a szakrendelésre tartozik, akkor jöhetnek. Igazából a vesebetegséggel, magas vérnyomás, a cukorbetegség gondozásával is foglalkozunk következményesen. A szakrendelés mellett szintén e hónaptól a vásárhelyi művese állomás is ellátja a kórház intenzív osztályának művese kezelését. Mindezek apropóján szervezte meg a Makói Kórház vezetése a nefrológiai délután elnevezésű konferenciáját. Azért hívtuk össze a házi orvosokat, kórházi doktorokat, nővéreket, szakápolókat, hogy megismerjék ennek a rendszernek a működését, tehát a szakrendelés hogy fog működni, mikor lehet elérni, hogy lehet elérni, magával a doktornővel lehet itt találkozni, aki a rendelést fogja végezni, illetve a művesek kezelésnek is a technológiáját, technikáját itt fogják meghallani az itteni dolgozók is. A veseműködés egészséges állapottól való eltérésének korai azonosítása kiemelt fontosságú, és lehetővé teszi, hogy a beteg mielőbb kezelésben részesüljön. Mindenre már Makói és térsége lakóinak is lehetősége lesz. Minden kedden délután a szakrendelőben kereshetik fel a nefrológiai rendelést.